Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Az eddiginél több szolgáltatást vehetnek igénybe a nemrég átadott kormányablaknál a kistelki lakosok. A teljesen akadálymentesített ügyfélszolgálat a 4. kormányablak a megyében. Milyen előnyökkel járhat az újonnan épült és átalakított kormányablak a kistelki polgárok számára? Mi is ebben csak partnerek vagyunk, és mégiscsak a város polgármestere arra törekszik, hogy egyre több olyan történjen, amitől könnyebb itt esetleg az ügyeinket intézni, vagy egyáltalán jobb itt létesülnünk. Az, hogy kormányablak készült, az valamennyünknek talán még egy kicsit idegen. És abban a tekintetben én magamnak is idegen, hogy belépünk egy helyiségbe, ahol nem az eddig megszokott, hogy van egy iroda, ahol van egy íróasztal, és mögötte ül valaki, és kicsit olyan diszkrétebben kezelnek, hanem belépek, és itt egy nyitott, világos, több asztalkából álló, nagyobb helyiségbe lépek, ahol egyébként székek és várók fogadnak, majd pedig sorszámok. Ez a fajta megjelenés, ez nyilván az emberben úgy tűnik, hogy ez bárhol lehetne a világon, hiszen ez már modernnek tűnik, vagy egyáltalán kicsit először úgy érezzük, hogy talán olyan nagyvárosiasnak. De mégis én jó magam, mint ahogy mondottam, már akkor nagy büszkeség töltött el, mikor alkalmasnak találtak bennünket Kistelek városát, hogy járásszékhely város legyünk. Az is persze nekem egy kicsit büszkeség, hogy Szeged vásárhely után, talán Mindszent után itt ebbe a térségbe, Csongrád megyében, mégiscsak majdnem, hogy mi adtuk át először itt a kormányablakot. Az is büszkeség tölt el, hogy ebben abszolút partnerség volt köztünk, a járáshivatal és az ezt fenntartó kormányhivatal között. Úgyhogy a végeredmény mégiscsak az, hogy megint egy kicsit többek lettünk, megint egy kicsit egyébként európaiabbak lettünk, és megint egy kicsit talán az ide érkező ügyfél, és hadd mondjam azt, hogy talán akadálymentességében az az ügyfél is, aki tényleg akár, bocsásson meg, tolókocsival, vagy bármivel kell neki jönni, vagy éppen idős már és nagyon fáj a lába, lent itt a földszinten akadálymentesen, viszonylag könnyen bejut abba az ügyintéző rendszerbe, ahol az ő ügyeit tulajdonképpen 90-95%-ban el lehet intézni. Milyen volt az ideig tartó munka, az együttműködés az ügyfélszolgálattal, illetve milyen feladatok várnak még rá a jövőben? Ugye két dologról kell, hogy beszéljünk. Van a polgármesteri hivatal, és van a járáshivatal. Van az önkormányzat, van a város, a városnak van jegyzője, polgármestere. Itt ez ugyanolyan, mint talán a rendőrség, ugyanilyen a járáshivatal, ami már nem a mi hatáskörünkben van, nem mi gyakorlunk úgymond munkáltatói jogokat, ugyanakkor mégiscsak van egy olyan múlt, ahol azok a kollégáink dolgoznak itt nagyrészt, akik eddig a hivatalban dolgoztak, és az a szép ebben talán, hogy megmaradt az a nagyon jó kollegális kapcsolat, megmaradt az a nagyon jó együttműködés, mint mondottam, néha szoktam azt, hogy vagyok valóhoz, hozok egy nagy csomag cukrot. Nagyon sokszor átjövök ebbe az épületbe is, hiszen már nem a mi dolgozóink, nem én vagyok a főnökük, nem hozzánk tartoznak, de mégis kistelekiek vagyunk, mégis a miénk. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy szemléletében az egy óriási dolog, hogy így gondoljuk, és azt is gondoltuk, mikor ezt átadtuk, ezt az épületet, azt is gondoltuk, amikor egyébként itt segítettünk, akárben még az átadás előtt is, hogy segítsünk itt esetleg akár takarítókkal, bárkivel, hogy ezt úgy kell főfogni, hogy ez a Kisteleké. Elsősorban mi indokolta az egykor okmányirodaként funkcionáló kistelki okmányiroda átépítését? Úgy immáron ugye kormányablakká vált a negyedikként a megyében. Az elsődleges cél az volt, hogy kulturált környezetben tudjuk fogadni az ügyfeleket, és minél több ügyfajtát tudjanak intézni. Az okmány az egy nagyon fontos ügytípus, hiszen rengetegen keresik fel a jelenleg működő okmányirodákat és az ilyen feladatot ellátó kormányablakokat is. Azonban mindenféleképpen fontos, hogy minél több ügytípus be tudjon kerülni ezekbe az integrált ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kormányablakokba. Tehát alapvető cél az ügyfelek minél jobb kiszolgálása, és ez hatékonyan és gyorsan tegyük. Az ügyfelek megelégedése, ez volt az alapvető cél.
Az épület az milyen átalakításokon esett át, illetve milyen egyéb szolgáltatásokat vehetek majd igénybe a lakosok? A lakosok folyamatosan bővülnek a szolgáltatások, tehát most ugye jelenleg az okmányirodai funkciók mellett jó pár családtámogatási támogatás igényelhető, egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos kérelmek, a támogatásokkal, tehát központi vagy uniós támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást is kaphatnak itt az ügyfelek. Ez pedig folyamatosan bővülni fog, tehát tervezzük magának az államigazgatási feladatoknak is a minél szélesebb körét, minél gyorsabban ide bejuttatni a kormányablakokba, és egyéb minden olyan tájékoztató funkció, ami az állami feladatokhoz köthető. Az átalakítás pedig azt hiszem, hogy magáért beszél, hiszen azt hiszem, hogy egy tényleg európai környezet fogadja most már a kistelki járás ügyeit intéző állampolgárokat. Milyen egyéb fejlesztések, bővítések várhatók még a jövőben? A jövőben folytatjuk magát a kormányablak rendszer bővítését, tehát a járási székhelyeken nyitnak majd a kormányablakok, és emellett magát, tehát a kormányablak fejlesztést tűzte ki célul a kormány. Másrészt magának a járási hivatalnak a feladatai is némileg átalakulnak, tehát ugye a szociális támogatási rendszer jelentős részét a járási hivatalok fogják intézni. Ehhez a járási ügysegédek igénybevételére is szükség van, hogy minden településre el tudjon jutni az állam, tehát minden településen be lehessen adni a kérelmeket, tehát hogy minél egyszerűbb legyen ezt a szolgáltatást is, illetve ezt az ellátási formát is igénybe venni. Milyen forrásból valósult meg a kisteleki kormányablak, amelyik immáron a negyedik a megyében? A kisteleki kormányablak kialakítására, éppen úgy, mint a többi kormányablak kialakítására is kettős finanszírozásból volt lehetősége a Csongrád megyei kormányhivatalnak. Ez részben uniós forrás, azt kifejezetten az akadálymentesítésre kellett fordítani, valamint hazai forrással lett kiegészítve még, hogy ezt a szép környezetet megteremthessük. Ennek az összberuházási értéke 18,5 millió forint volt. Milyen előnyökkel járhat most már ennek a kormányablaknak a megléte, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a kisteleki lakosok? Ugye ez egy integrált ügyfélszolgálat, ami azt jelenti, hogy az egyablakos ügyintézés valósul meg, hogy ugye ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy jelenleg több mint 250 államigazgatási ügyben el tudja indítani az ügyfél az ügyintézését. Ugye vannak olyan ügyek, amelyeket le is tud zárni, tehát például egy lakcímkártya igénylésből fizikailag is a kezébe kerül a végén a lakcímkártya, de számos olyan ügytípus van, ahol csak mondjuk az első lépést tudja megtenni, beadja a kérelmet, elindítja az eljárást, és utána folytatódik ez a maga hivatali útján. Egyébként fontos még azt hangsúlyozni, hogy ez egy mind fizikailag, mind infokommunikációsan egy teljes körűen akadálymentesített ügyfélszolgálat, tehát mindenféle fogyatékkal élő honfitársunknak a 100%-os kiszolgálása biztosított. Milyen további fejlesztések várhatóak még az épületben, gondolok itt a fizikai átalakításokra, vagy éppen a szolgáltatásokra, bővülnek-e majd? Polgármester úrral erről már régebben is egyeztettünk, hiszen az tény, hogy ez az épület, a járási hivatal által elfoglalt épület rész maximális kihasználtsággal működik. Ugye az is tény, hogy az állami feladat ellátás, szerepvállalás egyre inkább erősödik. Például arra gondolok, hogy március 1-től az önkormányzattól a szociális ellátások folyósítását is a járási hivatalok fogják ellátni. Amennyiben további feladatok kerülnek a járáshoz, akkor már nem elég ez az épület, nem tudjuk a kollégákat elhelyezni, így ezért gondolkodtunk közösen polgármester úrral abban, hogy az önkormányzat partner esetleges épületbővítésen, de ez jelenleg még ebben az állapotban, fázisban van. Befejeződtek a kisteleki sportcsarnok emeletén található ifjúsági centrum munkálatai, amely a Kistelek város művelődéséért és sportéletéért közhasznú közalapítvány által elnyert 100%-os visszanemtérítendő támogatásból került megvalósításra. Táncterem, tévéstúdió, pingpong, biliárd, valamint csocsóasztal került kialakításra a komplexumban. Milyen támogatásból valósult meg a sportcsarnok tetején található ifjúsági centrum? Az ifjúsági centrum egy Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében, egy LEADER pályázat keretében tudott megvalósulni. A fiatalok életminőségét javító program volt a célterület. Ebből sikerült az ifjúsági centrumot kialakítanunk,
Ugye ez tartalmaz egy 382 négyzetméteres táncfelületet, tánctermet, egy klubhelyiséget, amelyben pingpongasztal, biliárdasztal és csocsóasztal is elhelyezésre került, ez is a pályázati forrásokból, illetve ki lett alakítva egy ifjúsági tévéstúdió, amely ugye egyrészt működik, mint a helyi televízió, illetve a média szakkört is itt fogjuk üzemeltetni, amelyet ugye a gimnáziummal, illetve a kistereki fiatalokkal együtt fogunk kialakítani. Ez már valamilyen szinten működik, de akkor szeretnénk neki egy komolyabb keretet adni. Azt lehet még tudni erről az egész beruházásról, hogy így az tulajdonképpen ez a multifunkciós épület lassan teljesen rendbe lett rakva, hiszen többféle projektból, de ugye elkészült a medence, elkészült a rekreációs rész, ugye az épület másik felét újította fel, egy másik pályázatból a sportcsarnok ajtajai, légtechnikája és megújítása került, úgyhogy lassan ez az épület már egy teljesen jó állapotú komplex épület lesz, és ez ugye egy jó példa volt arra egy használaton kívüli épületrész újrahasznosítására, ami ugye a pályázatnak alapfeltétele is volt, hogy egy olyan épületet kellett használhatóvá és értelmes célúvá tenni, amit ugye már itt állt a városban és nem volt semmire sem használva. A projektre 49.281.000 forint támogatást kaptunk, a Kisterekváros művelődéséért és sportéletéért közhasznú közalapítvány volt a pályázó, és ebből valósítottuk meg. Ez 100%-os finanszírozás, illetve még az áfát is finanszírozták, tehát ez tulajdonképpen semmennyibe nem került az alapítványnak, és így tudtuk ezeket a helyiségeket megvalósítani. A helyiségeket már használatba is vették. Annak idején ugye a kivitelezőt közbeszerzéssel választottuk ki, az épület elkészült, használatba vételen is túl vagyunk, és most már azok vannak benne, akik használják, és tánctermet használják a táncosok, a tévéstúdiót a tévések, illetve az ifjúsági helyiség, ifjúsági klubhelyiség is használatra kerül, lassan majd igénybe veszik a sporteszközöket is. A több mint három hete tartó Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda által rendezett Fogyi Klub már most biztató eredményekkel büszkélkedhet, ami a résztvevők létszámát és a leadott fölös kilók számát illeti. A klub eddigi történései mellett megtudhatjuk, hogy milyen programok várhatók februárban az EFI szervezésében. Lassan három hete indult útjára az idei Fogyi Klub. Még hányan vesznek részt ezen a foglalkozáson? Hány foglalkozás lett ez idáig megtartva? Hát a Fogyi Klubosok elég szék számmal jelentkeztek ebbe az évbe. A tavalyi évhez képest ugye rekordot döntöttünk, mert egy 7-8 fővel, tehát most 42 fővel megyünk, akik már eddig egyszer bejöttek és regisztrálták magukat, tehát ez azt jelenti, hogy bejöttek és egy testtömegindex, testmagasság, testsúlymérés, testzsírszázalékmérés, illetve egy haskör meg egy derékkörfordulatot mértünk mindenkinél. Ugye tavaly évben 35 fő regisztrált, most pedig 42 fő. Ebből azért van 2-3 fő lemorzsolódás, plusz azért viszont jó hír, hogy folyamatosan vagy a tévén keresztül, vagy a médián valahol keresztül, valamin keresztül értesülnek, vagy ismerősül keresztül, és még két fő jelezte, hogy jövő héten ők is jönnének regisztrálni. Ez a 42 fő igazából szinte végig fogja vinni, mert úgy látom, hogy a kontroll tanácsadások alatt is, hiszen nálunk a foglalkozás az annyit jelent, hogy tehát rendszeresen kontrollra visszajönnek, viszont visszahívom őket. Ugye az előző adásunkban elmondtuk, hogy egy ilyen diétás naplót kell vezetni mindenkinek. Ebben a diétás naplóban ugye mindenki vezeti a saját kalóriatáblázatát, hogy mikor mit teszik a napszaknak megfelelően, és ugye én ezeket kontrollálom 2-3 heti rendszerességgel. Na most azért 42 főt lebontva, tehát minden nap van legalább egy 3-4 fő, aki bejön, és én azt látom, hogy ezért szépen haladnak és szépen tanulják ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez a 42 fő, ez szerintem végig is fogja vinni. Mit érdemes tudni az előbb említett foglalkozásokról, hogyan kell ezeket elképzelni, gondolok itt a diétás tanácsadásra, illetve a testmozgásra, mozgásterápiára? Hát ugye maga a diétás tanácsadás ugye arról szól, hogy ugye meghatározzuk a kalória összetevőket, tehát magát a kalóriát, hogy kinek mennyit lehet naponta elfogyasztani. Ugye itt elsősorban meghatározom azt, hogy az alapanyag cseréjét, tehát ugye mindenkinek a testsúlya és a test magasságához képest meghatározunk egy kalória mennyiséget, és neki azt kell betartani.
Elméletileg ugye egy ilyen 4-5-szöri étkezést kellene mindenkinek betartani. Na most ugye ezt munkahelyre és időfüggvényében azért egy picit mindig átalakítom. Tehát ha valakinek ezt nem lehet betartani valami miatt, akkor ugye én megelégszek a 3-szöri étkezéssel is. Csak ugye itt a rendszer a fontos, tehát hogy azok mindig viszont meglegyenek. És hát ugye a maga diéta pedig arról szól, hogy valamilyen szinten ugye visszafogjuk a kalóriákat, és ez végülis egy olyan, amikor ugye beszélünk a fehérjékről, zsírokról, szénhidrátokról, és ugye mindenki szidja a zsírokat, szénhidrátokat, hogy azokat nem szabad enni, ugye ezért egy picit jobban belemászunk, és ugye az információk halmazában azért nehéz nekik is kijönni, de ami a legfontosabb, hogy ebben a diéta ideje alatt zsírszegényen eszünk, tehát amennyire tudunk, csak zsírmentesen, inkább ezt mondom, és a szénhidrát szegényen, tehát a szénhidrátokat pedig visszafogjuk, hogy minél kevesebb szénhidrátot együnk, viszont a szénhidrát kell a szervezet számára, hiszen a napi rutin feladatokhoz, a sétáláshoz, a gondolkodáshoz, a munkához, a billentyűzet nyomkodáshoz, bármihez azért az viszont fontos. És ugye a fehérjéket, valamint a zöldségeket, rostokat, tehát a fehérjék, mik a fehérjék, ugye húsok, tejtermékek, tojás, állati eredetű dolgok, ezek mind magas fehérje tartalmúak, és ezeket próbáljuk ugye előnybe részesíteni, persze a sovány változatukat. És ugye a második fontos még, hogy ugye a rostokat, zöldséget próbáljuk növelni, ugye ami pedig a gyümölcsök, zöldségek, savanyúságok, saláták, mindenféle ilyen vegyesvágott, tehát minden, ami valamilyen zöldségből, gyümölcsből készül. Persze ezt is valamilyen diétás formában, tehát nem egy ilyen cukrozott, ecetes lében áztatva, meg nem egy befőtt, ami ugye tele van cukorral, hanem ezt is egy ilyen édesítővel vagy cukormentesen elkészítve és tálalva. Volt róla szó, hogy 2-3 ember volt most is, aki így lemorzsolódott. Hát van, mi a nagyobb kihívása a fogyni vágyók számára? A rendszeres testmozgás, illetve az egészséges táplálkozás, a diéta? Hát azt tapasztaljuk, hogy azért ez a 2-3 fő elsősorban a diétás megszorítások miatt döntött úgy, hogy akkor erről a programról most lemond, bár azért tapasztaljuk azt is, hogy idősebb fogynivágyók is jelentkeztek erre a programra, és hát sajnos az ő ízületi és egyéb betegségeik, elváltozásaik akadályozzák őket abban, hogy ebben a kardioedzésben rendszeresen részt vegyenek. Őket sem szeretnénk ebben a programban elveszíteni, hiszen számukra is szükséges lenne a testcsúlynak a csökkentése, főleg a vérnyomás és a cukorbetegség kapcsán azért ugye néhány kilós fogyás mindenképpen eredményeket mutathat a vérnyomás csökkentésében. Ezért számukra egyedi tornát javasoltunk, amit főleg otthon tudnak végezni, és többszörös, heti többszöri kerékpározást, ha az idő engedi, szőnyegen végezhető testmozgásokat, amelyeket esetleg az ő tényleg ízületi elváltozásaik is lehetővé tesznek. A diétás megszorítások, ahogy a kollégám is elmondta, nem veszük túlságosan szigorúan, bár fontosnak tartjuk, hogy azért az elmondottak alapján étkezzenek a résztvevők. Mivel elsősorban hölgyek vesznek részt a programon, azért azt tudni kell, hogy ők szülőként, családanyaként, feleségként nehéz helyzetben vannak, hiszen azért a család számára is fogyasztható és hát kalóriadús ételeket kell főzniük. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem kell megtanulniuk esetleg egészségesen főzni, egészséges ételeket készíteni, hiszen azért az a cél, hogy ne csak ők szerezzenek ebben tapasztalatot, hanem továbbadják ezt a családtagjaiknak, ismerőseiknek. De sajnos azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan hölgyek, akik hát ezt nem tudták vállalni, nem tudták betartani, és hát ezért úgy döntöttek, hogy akkor ebből a programból most kimaradnak. Ugye az eddigi 3 hét alatt jelentkezett esetleg komolyabb fogyás, ez idő alatt volt-e már rá példa? Azt tapasztaltuk, tehát most azt mondhatjuk el, hogy 3 hét telt el, 9 foglalkozás volt, tehát 9 tornaprogram, 9 edzés. Lassan itt vannak a második körös kontrollok, amit a kollégám, mint dietetikus végez, és hát itt már azért mérhető eredményekkel számolhatunk. Néhány ember jelentkezett már a második körös testsúlykontrollra, illetve diétás megbeszélésre, és azt tapasztaljuk, hogy az 1 kilótól egészen a 3-4 kilóig ez alatt a 3 hét alatt már jelentősnek mondható testsúly csökkenést értünk el, illetve hát értek el a résztvevők. Milyen további programokkal, foglalkozásokkal készül a Kistelki Egészségfejlesztési Iroda ebben a hónapban?
Természetesen ez az egyik legfontosabb programunk a Fogyiklub, hiszen azért ez egy 3 hónapot átölelő program, de emellett a rendszeresen futó programjainkról sem feledkezünk el, ahova továbbra is várjuk a kistérségi lakosokat. Működik a cukorbeteg klubunk, a kardioklubunk és a mozgásterápia klubunk is, ahova már leginkább a betegséggel küszködőket, illetve hát azok hozzátartozóit várjuk. Ezek 2 heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre. Szeretném elmondani, hogy ingyenesek, nem kell hozzá orvosi beutaló, és gyakorlatilag itt nem elsősorban gyógyítás folyik, hanem az eddigi gyógyszeres kezelés, diétás utasításnak az átbeszélése, újragondolása, új információkkal való megtámogatása a betegségnek, hogy esetleg egy magasabb életminőséget élhessenek ezzel a betegséggel küzdő lakosok is. Amit még most így február környékén szívesen megemlítenék, ez az áprilisban megrendezésre kerülő Kisteleki Egészség Expo, aminek szervezése most van folyamatban. Ez egy nagyobb volumenű szűrővizsgálatokból álló programnap lesz, ahol a tavalyi tapasztalatokból kiindulva nem csak ugye egészségügyi szűrővizsgálatok fognak történni, hanem különböző szabadidős programok is, amelyre már most szeretném felhívni a figyelmet, a gyerekeknek, a felnőtteknek is lesznek nagyon hasznos és érdekes programok. Köszöntöm a televízió nézőket! A következőkben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten történt legfontosabb eseményekről fogok beszámolni. Az elmúlt héten 4 közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. Az első baleset Kistelek lakott területen következett be, január 29-én a délelőtti órákban. Egy személygépkocsi szabálytalan hátramenet következtében a mögötte álló járműnek ütközött, a balesettel összefüggésben anyagi kár keletkezett. Kiérkező rendőrök figyelmeztetést alkalmaztak az okozó személygépkocsi vezetőjével szemben. A második káresemény az 54-22-es úton történt, február 1-én a reggeli órákban. Egy személygépkocsi úttestre ugró őzet ütött el. A baleset során dologi kár keletkezett. A helyszínelés során megállapítás nyert, hogy a gépjármű vezetője nem vonható felelősségre a káresemény kialakulásáért. A harmadik baleset az 5-ös számú főúton történt, február 3-án, a reggeli órákban. Egy személygépkocsi vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg járműve sebességét, megcsúszott, majd az úttest melletti villanyoszlopnak ütközött. A balesetben dologi kár keletkezett. A kiérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki baleset okozójával szemben. A negyedik káresemény az 5-ös számú főúton következett be, február 3-án a reggeli órákban. Egy személygépkocsi a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt az úttesten megcsúszott, és az útpatkára sodródott. A dologi kárral járó baleset okozójával szemben helyszíni bírságot szabtak ki. A Kisteleki Vásárban, február 1-én, a délelőtti órákban a helyi körzeti megbízott intézkedés alá vont egy szegedi férfit, aki segédmotoros kerékpárt árult. Megállapítás nyert, hogy más hatóság a jármű körözését rendelte el, ezért a segédmotoros kerékpárt lefoglalták, a férfit bűncselekmény gyanúja miatt előállították és kihallgatták. A vásárban a személlyel tartózkodott még egy szegedi fiatalkorú, akinek más hatóság eltűnés miatt körözését rendelte el. A 16 éves személyt előállítását követően a körözést elrendelő hatóságnak adták át. Az elmúlt héten 2 ittas járművezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztálya. Az első intézkedésre február 1-én került sor az 54-11-es úton. Gépkocsi vezetőjével szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív értéket mutatott, ezért a kisteleki férfit elfogták, és hiteles légalkohol vizsgálat CH-ból előállították. A mért értékre tekintettel vezetői engedélye elvétele mellett eljárást kezdeményeztek vele szemben. Másik ittas járművezetővel szembeni intézkedés Kistelek lakott területen történt február 3-án, az éjszakai órákban. A helyszínen végrehajtott pozitív eredményt mutató mérést követően a kisteleki férfit hiteles légalkohol vizsgálat céljából előállították, majd vezetői engedélyét elvették,
és büntetőeljárást kezdeményeztek vele szemben. Zaklatás védségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eredményes büntetőeljárást Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. 2014. december hónapban a gyanúsított több alkalommal kezdeményezett telefonhívást a sértett irányába, akit a hívás fogadását követően személy elleni erőszakos cselekmény elkövetésével fenyegetett meg. A gyanúsított kihallgatását követően az ügyet vádemelési javaslattal továbbították a Szegedi Járási Ügyészségre. Köszönöm szépen a figyelmet! Január 30-án pénteken a délelőtti órákban került sor a Kisteleki kormányablak átadására a járási hivatal épületében. A megjelentek között szerepelt Nagy Sándor, Kistelek polgármestere, dr. Belányi Márta államtitkár és dr. Juhász Tünde kormánymegbízott. Az ünnepi beszédek mellett a Kisteleki Hétszínvirág óvoda műsorát tekinthetik meg a megjelentek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Külön köszöntöm dr. Belányi Mártát, a miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárát, dr. Juhász Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal kormánymegbízottját, valamint Nagy Sándor, Kisteleki város polgármesterét. Nagy öröm számomra, hogy elérkeztünk a Kisteleki járási hivatal életének következő mérföldkövéhez, járásunk első akadálymentes kormányablakának megnyitásához. Erre az ünnepélyes alkalomra egy kis műsorral készült a Hétszínvirág óvoda napsugár csoportja. Magyar házban a vendégeket szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják. Ha nincs kenyér, ha nincs cipó, mit tehet az ember? Köszönti a vendégeket nagy-nagy szeretettel. Bújj, bújj, zöld át, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, bemaradt a macska, beszorult a farka. Láncszám, feszel lánc, cicérna, kérna volna, sejem volna, mégis kifordulna. Pénz volna, karika, karika, forduljon ki Mariska, Mariskának lánca. Forduljon ki a vigér, a vigének lánca. Forduljon ki korát, Yeah.
Kisfellek ivásában, kolbász sütnek sátorba, de jön egy nagy forgó szél, alapom a véget ér. Abigélnek bemült a páredénybe, és ellátjuk az előtt is meg. Figyelj! Ugye? Ennek a kislának nem jutott pálya, jaj, de megharagszik. Majd máskor jut neki jobban itt tartózik. Kársa, kársa, piros kársa, ki a pályát nem találja, keresem magának. Mindikának nem jutott pálya a legényesebb külben. Ennek a kislánynak nem jutott pálya, jaj, de megharagszik. Majd máskor jut neki jobban igazkodni. Kársa, kársa, piros kársa, ki a pályát nem találja, keressen magának. Utoljára keresünk rá. Ennek a kislánynak nem jutott pálya, jaj, de megharagszik. Majd máskor jut neki jobban igazkodni. Fényes kapu zárva, Miski kapu gyerge gazda, bámult adok rája. Hol, fényes lány, fényes kapu zárva, Miski kapu gyerge gazda, bámult adok rája. Hát így fogsz. Jó? Hogy ne? Tudom, hogy ez ő.
Kisteleki kormányablak megnyitóján, kormány megbízott asszony, polgármester úr, járási hivatal vezető asszony, kedves meghívottakat, Kistelek lakóit és természetesen a járási hivatal munkatársait. Nagyon nagy öröm számomra, hogy jelen lehetek itt, és különösen nagy öröm, hogy egy ilyen műsor után szólhatok önökhöz néhány szót. És egyébként én sem fogok mást kívánni, mint amit a gyerekek itt a végén elmondtak, tehát minden jót és szépet kívánok a 2015-ös esztendőre. Mindazt, amit a kormányablak és egyébként a közigazgatás nyújtani tud az embereknek, az lehet, hogy nem szép, aranyalma és dió, de reméljük, hogy jól elégedett ügyfelek és jól elintézett ügyek lesznek.
Most január elején, illetve hát most már végén elnézést, most engem is megzavart ez az újévi köszöntő. A január végén 26 új kormányablakot adunk át országszerte, ezek egyike a kisteleki kormányablak, és ezzel most közel 100-ra nő az országban működő kormányablakok száma. 2015 év végéig terveink szerint 280 darab kormányablakot fogunk nyitni. Elsősorban a járásszékhelyeken, a kisteleken ez már most meg is valósul, és ezeknek a kormányablakoknak a feladata az egyre bővülni fog. Tehát az előzetes terveink szerint a jelenleg most 256 elintézhető ügykör, az közel 2000-re fog nőni. A kormányzat ezen dolgozik, hogy ezeknek az ügyköröknek az egyszerűsítése, a jogszabályi környezet egyszerűsítése megtörténjen, és az itt dolgozó kollégák felkészítése ezen ügyek intézésére is megfelelő legyen. Tehát terveink szerint ezek a kormányablakok évvégére már egy teljes körű integrált ügyfélszolgálati feladattal tudnak a lakosság ügyfelek rendelkezésére állni. Mi is ez a kormányablak és mi a rövid története? 2011. januárjában indult a kormányablakok története. Tulajdonképpen 2011. január elején 29 kormányablak nyílt meg, lényegesen kevesebb feladatkörrel, mint amivel már most foglalkoznak a kormányablakok. A fővárosban, megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban. Az elsődleges cél azon túl, hogy egy ilyen nagyon szép környezetet alakítsunk ki, tehát hogy egy egységes arculattal tudjuk várni az ügyfeleket és egy egységes eljárásrenddel, az volt, hogy valamilyen módon megpróbáljuk közelebb hozni az embereket az államhoz. Az elmúlt évek, hosszú évek tapasztalata az volt, hogy az emberek félnek ügyeket intézni, nem szeretnek bemenni a hivatalokba, nem annyira szívesen állnak szóba az ügyintézőkkel, lehet, hogy ez kisteleken egyébként máshogy volt, tehát remélem, hogy itt a tapasztalatok azok eleve jók voltak, de abban az időben úgy tűnt, hogy célszerű lenne valami olyan integrált pontot létrehozni a lakosság, illetve az ügyfelek számára, ahol a lehető legegyszerűbben a legnagyobb legnagyobb ügyfélbarátsággal fogadják őket, tehát a lehető legkevesebb terhel háruljon a lakosságra annak érdekében, hogy el tudják intézni szerte ágazó ügyeiket. És éppen ezért fogott hozzá a kormány ennek a kormányablaknak ennek a kormányablak rendszer felállításához, és úgy tűnik, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mivel tavaly év végéig több mint 2,5 millió ügyfél fordult a kormányablakokhoz, és több mint 3 millió ügyet intézett a kormányablakokban. Tehát úgy tűnik, hogy a lakosság elfogadta ezt a rendszert, élvezi ennek előnyeit, és ezért mindenféleképpen érdemes arra, hogy további fejlesztéseket végezzünk. Tehát az ügykörök fejlesztésén túl folyik, és remélhetőleg ez hamarosan nyilvánosságra is kerül, az a tudástár létrehozása, amely a kérelemre indítható ügyek egyfajta bázisát, adott bázisát tartalmazza. Tehát tulajdonképpen könnyen hozzájuthatunk azokhoz az információkhoz, hogy mire van szükségünk, hogy egy-egy ügyet el tudjunk indítani, milyen nyomtatványt töltsünk ki ennek érdekében. Emellett azonban fontos, hogy a személyes ügyfélfogadási lehetőségek bővítése és nagyfokú javítása mellett megszülessen az elektronikus közigazgatás felülete is, tehát minél több ügyet tudjunk otthonról is intézni. Mert természetesen, hogy szívesen látnak minket a hivatalokban, ez teljesen természetes, hiszen a hivatalok azért vannak, hogy az ügyfelek ügyeit minél gyorsabban és hatékonyabban elintézzék, viszont célszerű és fontos, hogy az ügyek jelentős részét otthonról elektronikus úton is el tudjuk intézni. Ezért elindult a Nemzeti Digitális Fejlesztési Program, amelynek eredményeként 2018-ban 3,5 millió háztartásban lesz szélessávú internet, lehetővé téve azt, hogy minél többen tudják ezt a lehetőséget is igényben venni a közigazgatásban. Emellett a kormányablak tisztviselők képzésére is kiemelt figyelmet fordít az állam, hiszen az egyre bővülő ügykörök egyre bővebb és egyre nagyobb tudást igényelnek. Én úgy gondolom, hogy kiállták a próbát, a eddigi járási kollégák is, tehát panasz nem érkezett a járási hivatalokból, hozzászoktak ehhez a rendhez, az ügyfelek szeretik és támogatják, tehát mindenféleképpen én őszintén remélem, hogy itt kisteleken, ahogy eddig sem volt, ezután sem lesz probléma. Én kívánok mindenkinek nagyon sok sikert, az itt dolgozó kollégáknak kitartást, az ügyfeleknek pedig egyszerű és hatékony ügyintézést, és hát
ahogy a gyerekek mondják, sok boldogságot. Köszönöm szépen a lehetőséget, és tényleg még egyszer nagyon köszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy kisteleken először ilyen formában jártam. Köszönöm Önöknek! Köszönöm szépen, tisztelt helyettes államtitkárasszony, kedves kormány megbízottasszony, és mindannyian, akik itt lehetünk, polgármester, kollégák, megbízott hivatalvezető, és hadd köszöntsen külön név szerint Darabos Orsolyát, akivel mégiscsak itt ezt a munkát elkezdtük. Polgármesterként ezt mi természetesen úgy látjuk, hogy ez is a miénk. Mert azt gondolom, hogy a járás létrejötte azzal, hogy a mi kis városunk járás székhely város lett, azt gondolom, az már nekünk egy büszkeség volt, és amikor tudomásunkra jutott, hogy mi is lesz a jövőképünk, akkor azt gondolom, a város úgy látta, hogy ez is a mi lakosaink, a mi ügyfeleink érdekében történik, és az a fajta partnerség, ami azt gondolom idáig elvezetett, az én azt hiszem, hogy példamutató sok más járás székhelyen is. Én most is úgy érzem, hogy félig a mi kollégáink állnak itt velem szembe. Amikor néha hazajövök messziről és hozok egy cukorkát, néha még ide az épületbe is átülök és megkínálom őket, hiszen ők még mindig félig a mi kollégáink is. És az a jó, hogy ez a kapcsolat, az a baráti kollegális kapcsolat, ami utána átment egy másik hivatalba, amit úgy hívunk, hogy járási hivatal, az továbbra is megmaradt. Továbbra is működik egy olyan fajta együttgondolkodás az ügyfelek érdekében, ami azt gondolom cél. És az, hogy ma egy ilyen ünnepélyes helyszínen lehetünk, az, hogy a mi kis városunk egyébként egy olyan modell, és azt gondolom nyugodtan, hogy bárhol lehetne ez már a világban, vagy bárhol lehetne Európában, tényleg egy ügyfélbarát helyiségben, ügyfélbarát hivatalban lehetünk, azt néne lehetnék én is erre büszke. És minden új természetesen feszültséget jelent. Minden újtól egy nagyon picit talán a kollégák is féltek. Természetesen jelentett ez átmeneti problémákkal, hiszen ez a ház föl volt durva, úgy kellett közben az ügyfelekkel nagyon aranyosnak lenni, meg nagyon kedvesnek lenni, hogy közben itt kopácsoltak, meg minden egyebet csináltak, és por, piszok, meg stb. De azt látom, hogy ez is működött. Ez is megtörtént, ezen is túl vagyunk. Én hozzám se, meg másikhoz se nem érkezett olyan panasz, hogy nem tudom elintézni az ügyemet, vagy egyébként mogorván bántak velem, és mégiscsak a másik oldal az ügyfél szemszögéből talán ez a legszebb üzenet, hogy működik, szépen működik, és talán az ügyfelek elégedettek. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek, valamennyiőtöknek, akik itt a hivatalba dolgoztok, hogy ilyen körülmények között is tudtátok biztosítani a mi polgáraink, a mi járási polgárainknak ezt a fajta segítségét, ezt a fajta ügyes-vagyos intézését, és azt gondolom, hogy mától mégiscsak egy picit újabb korszak nyílt. Mától mégiscsak ez a helyiség, ez a hivatal, még ha első ütemében is, hiszen kormány megbízott asszonnyal van további tervünk ennek az épületnek a bővítésére, azt gondolom ez az állomás egy nagyon szép állomás. Én is szép ruhát vettem föl mára, mert nekem is ez egy ünnep. Úgyhogy ezen az ünnepen köszöntök mindenkit, és tényleg én is a gyerekek után, hogy lehetne normálisan megszólalni szinte, hiszen négy felnőttek, hiszen ilyen félig politikusok, hogyan tudnánk szebbet mondani, mint amit a gyerekek adnak nekünk, vagy mondanak, és ők hál' Istennek hozzájárultak ahhoz, hogy valóban szép ünnep lehessen az. Úgyhogy én is valamennyitöknek jó munkát kívánok, valamennyiünknek egyébként azt a fajta konstruktív együttműködést kívánom, ami már eddig is tapasztalható volt. Én magam részéről, a város részéről, a járás részéről biztos, hogy felajánlom azt, hogy továbbra is mindenben segítségül leszek, és ez a fajta segítségnyújtás, ez a fajta kollegialitás, ez a fajta kisvárosi szemlélet, ami szeretettel, békességgel fordul egymás felé és az ügyfelek felé, eredményez talán egy mindennapokat, egy olyan mindennapokat, ahol jól dolgozni és jól itt élni. Köszönöm szépen! Az ember hajlamos a csodavárásra. Képesek vagyunk néha naivan abban bízni, hogy személyes sorsunk vagy a világ dolgai egy csapásra jóra fordulhatnak. Hisszük, hogy elég a jóban bízni, az valóra válik. Elég a rosszat szidni,
és az majd magától eltűnik. Kevesen építik a jövőt az alaposságra, a tudatos fejlesztésre, a kisebb eredmények, a hétköznapi csodák megbecsülésére. Pedig hosszú távon ezért többet. Ezek teszik valóban jobbá mindennapjainkat, és befolyásolják szűkebb vagy tágabb környezetünk életét is. 4 évvel ezelőtt kezdte meg működését a kormányhivatal. 2 éve indult el a járási hivatal. 4 évvel ezelőtt nyílt meg az első kormányablak Szegeden, illetve Hódmezővásárhelyen. Azok az ügyfélszolgálatok voltak az első állomásai annak a kormányzati szándéknak, amely a közigazgatás átalakítását tűzte ki célul. A második, majd a harmadik Orbán kormány is az olcsóbb, az állampolgárokat sokkal gyorsabban, pontosabban kiszolgáló államigazgatási rendszer kiépítésébe kezdett, amelynek egyik legfontosabb törekvése volt megfelelni egy alapvető állampolgári elvárásnak. Annak, hogy ne legyen nyűg, hanem legyen kényelmes, egyszerű dolog az ügyintézés. Ugye azért vagyunk ma itt, mert Csongrád megye életében a harmadik kormányablakot nyitjuk meg, azaz a harmadik olyan ügyintézési pontot bocsátjuk a polgárok szolgálatába, ahol számos hivatali ügyet egy helyen és gyorsan el lehet intézni. Olyan ez, mint egy kisebb fajta csoda. Hiszen gondoljunk csak bele, a személyi igazolványtól az anyasági támogatásig, a honosítási kérelemtől az útlevél ügyintézéséig, egymásról teljesen különböző hivatalos ügyben itt bárki eljárhat. A mai napon még egy kormányablakot fogunk nyitni, és ezzel 4 helyen lehet Csongrád megyében majd ilyen komplex szolgáltatást igénybe venni. Az idei esztendőben további 7 helyszínen fogunk még az uniós és hazai forrásnak köszönhetően hasonló kormányablakot kivitelezni. Fontos elmondanom, hiszen kötelezettség, hogy ez részben uniós és részben hazai forrásból megvalósuló beruházás, amelynek összköltsége több mint 18,5 millió forint volt. Az adófizetők pénzéből fenntartott közigazgatásnak az adófizetőket kell szolgálnia. De a számunkra, akik itt dolgozunk, a most elvégzett munkának a legfőbb eredménye és igazolása az elégedett ügyfél. Remélem, ahogy eddig igyekezetünknek köszönhetően mára már sokaknak megváltozott, és a jövőben megváltozik a véleménye az állami szolgáltatásokról, az ügyintézésről. Arra törekszünk, hogy a közigazgatás legyen valódi szolgálat, közösségi szolgáltatás. Ez megnyilvánulhat a rövid várakozási időben, az udvarias kiszolgálásban, a biztonságos környezetben, a segítőkészségben, vagy akár egy akadálymentes épületben. Lehet, hogy apróságnak tűnik, de a mindennapokat jobbá tevő dolgok ilyenek. Egy vártnál gyorsabb, hosszúságmentes ügyintézés természetes velejárója kell, hogy legyen az állampolgári létnek. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepi pillanatban megköszönjem mindenkinek az áldozatos és segítőkész munkáját, akik részesei voltak ennek a lépésről lépésre történő építkezésnek. Köszönöm, hogy a kollégáimnak, akikkel együtt véghez vittük az átalakítás egész folyamatát, akik nem keveset tanultak, hogy képzett ügyintézők lehessenek, akik még az akadálymentesítésben is a legjobbat tudták ide telepíteni, hogy kijelenthetem, ez egy olyan kormányablak, ahol minden ügyfél jól érezheti magát. Kívánom, hogy ez legyen is így. Jó munkát kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen kormányelnök asszony kedves szavait, és felkérem vendégeinket, Dr. Belányi Márkának a ruhászlődést és Nagyságot polgármesterével a szalag átvágására az ügyfélszolgálat átvágására. Az első nyisszantás, én azt mondom, aztán majd mindenki nyisszant. Nem, vágják a vésen. És aztán polgármester úr is vágjon egyet. Arra segítséget? Persze. Köszönöm a vendégünk a Donald Terőszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a segítséget és az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönöm. És akkor még és egyet vágjunk. Igen. Itt azért megérdemeljük. Az egy kicsit nagyobb legyen. Az egész. Köszönöm szépen. Ez a. Köszönjük szépen. És kérjük a 30-as osztán ügyfelet, hogy váradjon be. Hogy a Csongrád ügyvédi kormányhivatal nevében legjobbakat kívánjam, és mindenek előtt eredményes, zöggenőmentes ügyintézés. Nagyon szépen köszönöm. Szépen. Köszönöm a lehetőséget. Ilyen szép ilyen. A Magyar Kultúra napján megrendezett Együtt szaval a nemzet program keretében 5 kontinens magyar nyelvű általános és középiskolájában került sor a himnusz, valamint a szózat egyidejű elszavalására, melyet a kistelki általános iskolások a vetítővászonon megjelenő netes kapcsolat révén Jordán Tamástól együtt adtak elő. Most jön a hangüzés, és utána már kifazi formon. Először a himnusz,
Művész alkotásaival frissültek a Kistelki Könyvtár ablakai az elmúlt napokban. A Hódi Katalin kezdeményezéséből indult ablakkiállítás meghonosodni látszik a városban, ugyanis folyamatosan új művészek munkáival gyarapodik majd a kiállítás, a festők és a kistelki lakosok legnagyobb örömére. Aki kicsit is figyelmesebben járja Kistelek központját, az észrevette, hogy a könyvtár ablakait egy ideje új képek díszítik. Mióta foglalkozik festészettel, kinek, minek hatására kezdett alkotni? Hát régebb óta festek már, rajzolok már, főleg a rajz volt az elsődleges, gyakorlatilag kicsi korom óta, csak valahogy a gimnáziumi évek alatt ez úgy egy kicsikét visszanyomódott, tehát nem műveltem, sőt, miután szakmát tanultam, mert ötvös az eredeti szakmám, teljesen háttérbe szorult. Utána kezdtem el, miután a gyerekek kezdtek kirepülni, akkor kezdtem el rajzolgatni, festeni. Először Árpádot, Szombathelyi Árpádot kérdeztem meg, hogy hát mit szól a képekhöz, hogy egyáltalán érdemes ebben foglalkozni. És akkor mondta, hogy hát van mit javítani a dolgokon, hát ezt gondoltam is. De a csütörtökönkénti rajzfoglalkozásokon azért ezek a dolgok szépen a helyükre kerültek. Meg azok a tanulmányok, amiket régebben fölszívtam, azok is olyan szépen előjöttek, tehát igazából már nem volt egy olyan nehéz dolog, de minden alkalommal meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal. Milyen technikával, anyaggal készülnek ezek a képek, amiket láthatunk a könyvtár ablakaiban? A könyvtár ablakaiban főleg akvarellek vannak, ezeket nagyon szeretem csinálni. Igazából ebbe a technikába érzem magam otthon, de vannak olajképek is, az egy kicsit nagyobb rákészülést igényel. Utána nézés, tehát azért, hogyha konkrét dolgot fest az ember, azért bele kell menni a dolgokba, hogy is kell azt, mint is kell csinálni, hogy mégse egy fals dolog legyen belőle.
A foglalkozásokon viszont rajzolunk csak, és ez sokat segít a festészetbe is. Témájukat tekintve miket ábrázolnak ezek a képek? Főleg természeti képek, kicsit olyan szürrealisztikus képek. Ezek úgy kikapcsolnak, tehát gyakorlatilag egy ilyen terápiás jellegűnek is mondható. Hát van, aki fut, van, aki úszik, van, aki biciklizik, bármit csinál, én ezzel szeretek foglalkozni. Igazából ezért, tehát ez a lényege a dolognak. Hogyan kell elképzelni magát a munkafolyamatot, tehát hogyan születnek a képek, hogy a fantáziájára hagyatkozik, vagy esetleg megvan már az adott konkrét tárgy, esetleg helyszín, és azt örökíti meg a vásznon? Hát sok esetben megvan már a konkrét dolog, és vagy teszek hozzá, vagy veszek el belőle, de sokszor képekről, de főleg természeti dolgokról, Erdélybe például helyszínen kint festünk, rajzolunk, tehát ott kimondottan a szabadtéri festés az előny, és hát végül is abból származik az anyag, amivel aztán hazajövünk. Tehát az a legjobb, hogyha ott rögtön ecsetet ragad az ember. A kiállított képek közül van esetleg személyes kedvence, amihez a legjobb élménye fűződik, vagy amit úgy ítél meg, hogy na talán ez sikerült a legjobban mind közül? Hát az a helyzet, hogy miután elkészül egy kép, akkor már a másikra gondolok, a következőre. Tehát igazából mind kedvenc. De mindig a következő a feladat, és nem igazán tekintek vissza. Tehát mindig egy következő terv az, ami a fontosabb számomra. Most pillanatnyilag ez. Nyilván vannak kedvencek, azok közül mind úgy érzem, hogy közel áll hozzám. Azért is kerültek ezek ki. Ugye maga ez az ablak kiállítás eredetileg Hódi Katalin kezdeményezéséből alakult. Vele milyen a viszonya? Szoktak esetleg közösen alkotni, vagy véleményt cserélni ugye egymás munkáival kapcsolatosan? Persze, a festőkörökön találkozunk, beszélgetünk is dolgokról. Erdélyben viszont együtt szoktunk alkotni, amikor úgy alakul, hogy mind a ketten ott vagyunk. És hát van olyan, hogy szinte hasonlít a két alkotás, de kicsit más nézőpontból azért mégis más. Hát ő is az akvarelt kedveli, de ő viszont más technikával fest. Tehát azért a technikából megismerhető a jellegzetes a kép készítés, meg eleve a képek megismerhetőek már. 2000 óta festek folyamatosan, előtte csak úgy hébe-hóba, de most már azért azt tudom mondani, hogy havi rendszerességgel, sőt heti rendszerességgel előkerülnek az eszközök. Hát amennyi időm marad a család meg a munka mellett. Milyenek az eddigi visszajelzések a kiállítással kapcsolatban, illetve meddig tekinthetőek meg ezek a képek? Hát úgy alakult, hogy egy hónapig lehet megnézni őket. Azt hiszem, hogy 20-a, sőt biztos 20-a a dátum, tehát 20-áig lehet megtekinteni. Hát tetszik az embereknek, úgyhogy örülök neki, hogy kitehettem, mert így összességében hát 49 kép van kint, ez azért elég sok. Tehát innen látszik, hogy egy életben mennyi minden belefér, és ez csak egy töredéke a képeimnek. Tetszik az embereknek, én úgy látom. Tehát aki arra jár, az megnézi, lehet, hogy nem is tudja, hogy kinek a képei, de valószínűleg, hogy tetszenek. A könyvtáros lányok is ezt mondják. A kiállított képek közül van esetleg olyan, amit eladásra is szán, illetve várható-e a közeljövőben még hasonló jellegű kiállításait Kisteleken vagy itt a környéken? Hát az ablakkiállítás tovább folytatódik. Majoros Laci bácsi lesz a következő. Tulajdonképpen egy sor kezdődött el, és nem tudni, hogy ki mikor kerül sorra. Lehet, hogy lesznek foghíjak, de szeretnénk ezt folytatni. Hát az eladással kapcsolatban valakinek megtetszik valami, keressen föl, és megbeszéljük. Nem lenne nehéz tőlük megválni esetleg? Hódi Katalin említette, hogy vannak azért kivételek, amiket nem szívesen adna oda másnak. Van itt is kivétel, de azt most nem is tettem ki.
De nem azért, hogyha valaki esetleg beleszeretne valamelyikbe, akkor csinálnék hasonlót. A minősített képek, van közte pár ezek között is, azok nyilvánvalóan jobban a szívemhez nőttek, amik már egyszer megmérettettek valahol, hát azoktól azért nem szívesen válnék meg, de ki tudja. Elekes Lajos gyerekkorában kezdte a fafaragást, és jelenleg is ennek a szenvedélynek hódol. Rövid dokumentumfilmükben betekintést nyerhetünk hétköznapjaiba és az általa egyedien megmunkált fából készült alkotásaiba. Opusztaszeren a Vackor kuckóban ülünk a sarokpadon, és Elekes Lajossal beszélgetünk, aki pásztor, fafaragó, tanyai gazda, sokoldalú ember, és pár mondatba egészíts ki, légy szíves ezt a rövid bemutatást, hogy honnan jöttél, hol születtél? Hát 1964-ben születtem. Egy kis majorságba kezdtem a napvilágot megkémlélni. Itt úgy hívták, hogy Levelény, ez a palavicsinyi őrgrófnak volt egy kis majori része. Innen kerültem föl Baksra, de általános iskola két osztályát itt ebbe a kis majorságba kezdtem. Nagyon sok jószág volt a környezetben, szarvasmarha, ló, főképpen a ló volt a kedvencem ezek közé. Lényeg az, hogy a kisbicska korán a zsebbe került, és a kisbicskával nyilvánvaló, hogy valamit utánozgattuk a főnőtteket, sárkucoló, mivel Levelény elég sáros terület volt, sárkucoló kis fakanalakat, késeket, villákat, ezeket faragcsáltunk, és utána úgy elsikkadt, majd később, amikor már nagyobb bacska voltam, csak nem maradt ugye a bicska el tőlem, fasíboktól kezdve, mi egyebek, ami csak el lehet képzelni. Így magunk körül ostornyélnek a kezdetleges, persze ostornyélnek a faragása, és akkor hát így később az iskola elkezdése az általános iskola után, ugye hát az asztalos szakmunkás képzőbe orientáltak a szüleim, mert hát én lovas ember akartam lenni, de nem engedtek semmiféleképpen. Később úgymond már kakásmadzagra nem lehetett megkötni, csak ott kötöttem a józák körül. És itt érdekes mód, hogy gulyás is voltam jó pár esztendőn keresztül, itt tökéletesítettem kicsit jobban a faragást, ami már nem éppenséggel zsebkéssel, bicskával történt, hanem ilyen kis faragókészszerű dolgok elkészítésével, szép metszés, ez az amaz. Azt szeretném kérdezni, mi ennek a faragó karriernek az íve tulajdonképpen? Tehát kis tárgyaktól jut el az ember a nagyobb tárgyakig, vagy éppen a nagyobb tárgyak a könnyebbek, illetve hol jutsz el a használati tárgyakig, víztárgyakig? Tehát, hogy volt egy ilyen egy tudatos fejlődés, vagy önfejlesztés ebbe a dologba? Amikor korán kezdi az ember ezeket, nem biztos, hogy egészen tudatában van, hanem ösztönszerűleg. Tehát mondhatom azt, hogy a használati eszköz mi, vagy sárpucoló kés. Tehát a sáros környezetben ajánlatos volt azért, ha bementünk olyan helyre, boltba, vagy bármelyik a lakásba azért, jó, ha megpucoljuk, és akkor fölnőttet is láttuk, hogy hát azt a nagy, nehéz, szurkos sarat bizony ilyen fakészszerűve. És akkor volt, aki egy kicsit kimintázta, nyelet rá, vagy valami rovás bele, dísznek belefaragott, hát ez nekünk tetszett. És akkor hát mi gyerekek ugyanúgy próbálkoztunk utánozni, mint a macska gyerek az anyját, hogy hát nyilvánvaló, hogy valamit meglát, egerészni, ő is próbálkozza a játékból, és mi ugyanígy voltunk, hogy amit láttunk a fölnőttektől, meg próbáltuk úgy játékosan, vagy valamilyen formában, azt lemásolni. Ha megengedett, térjünk rá ezekre a tárgyakra, hiszen nagyon sokféle dolog van, használati és dísztárgy. Hányféle faanyag ez? Hát ez többféle faanyag, mert itt először például mutathatnák ezt a juhászbotot. Hát az igazság, hogy ez egy hegyi fa, és ez a hegyi fa, ez a som, ez itt az Alföldön kevésbé gyakori, mint a hegyekbe, sőt minőségileg is egy kicsit más, tehát az kötöttebb, szívósabb egy kicsit. Azután van például magyarófa, az itt az Alföldön is van, nagyon jó faragni, könnyed faragású.
Hát itt például ez egy szil, amit nem nagyon jó faragni, de ha nincsen a fafaragónak egyebe, akkor ráfanyarodik arra is. És akkor egy kicsit azt mondtam, kitartásosabban kell faragni, de meg lehet faragni. Hát aztán van itt epőrfa példájú, hát sokszor szükség mondja meg, hogy mit faragjak, mert ha tényleg rám tőle faraghatnék, és van is időm, és anyagom sincs, akkor nem sokat válogatok, hanem ami van, abból dolgozok. Hogy születik meg egy faragás tulajdonképpen? Tehát ez a bot, ami nagyon megragadott például, hogy itt valószínűleg ez a fának a természetes anyaga, illetve valamilyen szinten predesztinálta már, hogy itt a végén legyen ez a madár. Így volt? Így volt, hogy egy epőrfára a vihar lehasított egy nagy ágat, amit úgy hasított le, hogy nyilván volt egy másik darab ága, ami rövidebbre volt törve, és akkor ehhez igazítottam a figurát, tehát egy liba, aki feljel lefelé néz, és hogy hát, hogy a libához kössük, tehát a dolgot egy baromfi fajták lesznek rajta, tehát itt felül látható majd egy libapásztor, egy bota kezébe tereli a libát, alatta van egy szintén itt egy kakas, itt el van választva két gyűrűvel, hogy hagyjon egybe, majd lesz egy búvos kacsa, és akkor tehát ilyen Kárpát-medencében ilyen ritka baromfi fajták lesznek. Tehát ez még egy félkész mű, vagy negyedkész? Így van, még nincs készen, ez még menet közben vagyunk. Egy ilyen bot esetében mennyire van kész koncepció, amikor elkezded, tehát a motívumokat, illetve ezt a, gondolom, ezek ilyen szalagba futnak körül, ahogy általában szokott lenni, vagy ez menet közben alakul ki? Én nekem nagyon sok menet közben. Hát az igazság, hogy én könyvet nem nézegetek, nem is nagyon van én nekem ilyen könyvem, hanem én megmondom őszintén, hogy arra jöttem rá még a jószág legeltetés közben, hogy hát ugye a szemem egy kicsit kezdett romlani, kivittem nagyítót. De a nagyítóval nem csak azt csináltam, hogy én a faragást néztem, vagy éppenséggel bán, hanem lehajultam, és akkor nézem azt a picike kis virágot, ami ott van a fű közt, amit alig lehet észrevenni. Fölnagyítom, hoppá, hát a tyúkkaka nem robban, hát ezt valaki már föltalálta, fölvitték motívumokra bárhova, akkor én miért ne csinálhatnám. Ott van a helyemben, csak le kell hajolni, meg körbenézek. Tehát itt például, ha szabadjon így egy kicsit elővenni ezt a botot, ez szerintem a legjobban ez mutatná azt, hogy itt az élet, tehát itt van egy virágkompozíció, de itt, hogy az életről van szó, mert mi történik? Itt látszik a pásztorember, a kutyája elő, a kutyájának a farka föl, hogy ő tudja, hogy előre megyünk, itt lesz intézkedés, valami kis hajgurászás. Aztán itt láttam a magam körül, hogy egy gyermekláncfű, tehát ez éppenséggel azért raktam ilyen prizmatikusan hátteret, hogy fejtsük is meg milyennek a mondani valója. Másik az a szamártisek. Tehát a mai pusztára jellemző, hogy bármennyire is vannak okos emberek, meg jó gondolkodásúak, úgy gondolják, hogy úgy a jó, a szamártisek uralkodik. Ízd a szamártisköt, védd a gyermekláncfűet, tehát ez a gyógynövényt. Tehát én nekem ez volt akkor a meglátásom. Na, itt azt látszik, hogy itt a szürke marha, a ló, az nem maradott el. Azután itt a vízi szárnyasok, a nád, itt a kócsag. Tehát ami körülöttünk van. Tehát itt nem kell mindenkinek éppenséggel én szerintem azt csinálni, hogy lemásolni a másnak a művét. Hát nézzünk körbe, látom magunk körül, és akkor nem szégyen az, hogyha a természet bűgözünk valamit, azt ráteszik oda, ezt be is visszük, megmutatjuk. Én így vagyok vele, hogy... És nem is volt az mindig, hogy eltekéve, hogy én nekem meg volt szabva tervrajszerűen, hogy mit kell ráfaragjak, hogy kell ráfaragni. Sokszor azt sem tudtam, hogy a következő motívum két hétig is, hogy mi lesz. Lehet, hogy megcsináltam két motívumot, köztem meg még ide befér valami, akkor szépen ízlésesen próbálkoztam ebből a gondolattal, hogy még így ilyen tekervény és indaszerű, vagy virágok rajta, hogy több leágozása, kacsolása, hát így.
A pásztor embernek a hagyományos faragványa az a bot, és nyilván hagyományos a ivócsanak is. Ehhez képest ugye van itt két olyan tárgy is, ami nem használati tárgy. Hát ezek nevezhetjük kispasztikának, szobornak. Ábrázol konkrét személyeket, vagy... Konkrétot nem. Csak mint maga a pásztorember forma, az a lényeg, az, hogy a kutya hogy helyezkedik ott mellette, a boton hogy szokott általában támaszkodni egy pásztor, talán pipázik is, a kalap, a köpeny vagy a ruházatnak az a jellegzetessége. Egy konkrét személy nincs megfaragva, illetve rámondva, hogy ne ez a pont az. Általában az én szemszögemből abból az anyagból ezt tudtam kihozni, de az volt a szándékom, hogy egy pásztor legyen. Mennyire ismert ez a te faragó munkásságot? Rendelnek-e tárgyakat? Szoktál-e ajándékozni, vagy éppen eladni ezekből? Hát ajándékoztam, de megrendelésen nem szoktam dolgozni, mivel nagyon kevés az időm. Bár, hogyha úgy mondanám, hogy fénymásolnám magamat a fénymásolón, akkor az egyik felem azt csinálna, amit ideáig, a másik felem meg az, hogy állandólag ebbe bele tudnám magam vetni, és akkor nagyon sok úgy érzem belőlű, kifaragni való dolog van, de erre nem jut időm sajnos. Lehet, hogy volt ilyen pásztor másik is, de általában az igazság, hogy a régi világra visszatekintve ott nem nagyon mondható, hogy családot tervezett a pásztor, az kint volt a jószágnál, a úgymond bár mellékes ideje, az kiadta azt a termék mennyiségét, amit faragott. Ha csárdába beönt valami menyecskének, vagy ajándékozott, vagy éppen a mit, másik pásztortársának, vagy valami cserebere úton, módon, de én már nem abban régi világban vagyok, de igaz, hogy az érzésem, a töltésem az talán még tükrözné, de ez az igazság, hogy több lábon kéne állni, de ez a kettő van, úgyhogy nem sikerül mindent. Kicsi az idő. Gondolkodsz-e olyan tárgytípusban, amit itt nem látunk, vagy amit még nem készítettél, hogy azt jó volna megcsinálni, illetve hogy ha gondolkodsz ilyenbe, akkor milyenbe, és miért pont abba? Hát az igazság, hogy egy széket, egy olyan gondolkodó széket, azt, ami szintén a pusztai növényzet, akár talán a madárvilág motívumaival, és nem ragadok ki elődöket, akik ilyen vagy olyan széket faragtak, ilyen mintával, olyan mintával, szintén azt követném, hogy ami én általam összeállítva, vagy általam gondolt motívumokat raknák rá, nem keresem a hozzá könyvbe, vagy bárhol látott képeket. De egy széket a szívesen például, ha így megkérdezted, kiragadnék, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek a mai világban is le kellene ülni egy kicsit gondolkodni, és a régi dolgokból egy kicsit talán kiragadva. Mert én nekem az a vállalatom, hogy a mai fiatalságra is, hogy ide kanyarodjak, olyan, mintha azoknak se volna idejük. Mint ahogy én is érzem, hogy nincs idejük, és akkor semmire se. És valahogy mégis azt mondom, hogy egy kis fény belevinni, díszítést, elsilányosodnak dolgok, kézművesség szerintem társadalomnak a gyerekére több mennyiségbe ráférne, mert kézügyességük van, vagy volna, ha ki volna fejlesztve, hogy milyen irányba van elvéve, mennyire. Tehát e fajta munkák között szerintem, hogyha ebbe bele tudunk olvadni, lenyugszik az ember egymás iránt, a nézetünk is más, könnyebben tudunk kommunikálni ebbe a régi világnak a motívumaival, eszközeibe, és ebből is lehet a mai világban szerintem valamit kihozni, alkotni, mert egyikértől lehet fölfel a világig eljutni. Nem gondolkodtál abba, hogy ebből éltál, csak ezt csináld, és egy ilyen szép, míves darabot nyilván
ha műértő és tehetős közönségre talál, akkor jó pénzért el lehet adni, és nyilván ez a kreativitásodat is kellően leköti, illetve ebbe nem feltétlen szólhat bele más. Nem gondolkodtál ebbe? Köszönöm a kérdést, gondolkodtam benne. Csak rövidre fogva, aztán úgy az álmodozás felé van ez a dolog, a gondolkozásom, mert mint ahogy mondom, tényleg nem nagyon érek rá. Tehát ahhoz föl kellene adni sok minden mást, amit talán. Az, hogy én állandóan a jószággal vagyok, vagy a föld, és még emellett munkahelyre is járok. Tehát ezt a háromat, meg két-három dolgot már elmondom, mert ez magába nagyon sok időt felemészt. És akkor sajnos erre jut a legkevesebb. Holott szerintem lehet, hogy nem volna éppen az utolsó dolog, hogyha ebben többet tudnék foglalkozni. Én úgy érzem, hogy itt belül egy kicsit olyan, mintha üres volna egy bizonyos rész, amit ki kellene tölteni ezzel. Ez fájó pont is nekem egyébként, mert valahogy egy kicsit úgy érezem, hogy nem kell ehhez túlfűszerezett nagy beszédek, meg nem tudom micsoda. Ráérzett az ember ennek az ízire, savára, borsára, és akkor van az emberben utána önálló gondolatok, önálló tervezgetések, mi egyebek, de nem tudom felszínre adni sajnos, mert nincs idő. És ezt szeretném sugallani sok olyan embernek, aki nem tud mit csinálni az idejével. Én sajnos nekem kevés időm van, de ha volna több, mint egyeseknek, biztos nem tétlenködnék, mert szerintem nagyon sok. Nem csak mondhatom, hogy fafaragás az a lényeg, amit tudna az ember, mert nem csak az én fejemben kell gondolkodni, de a régi dolgok közé nem szégyen az, hogyha visszanyúl az ember. Én nagyon sok dolgot látok a bőrdolgokba, ostorkészítés, táskakészítés, vagy nem mondjam, sok más csont dolgok készítése, akár filc, akár szövet, bármi, régi világok, ez mind. Nagyon van olyan munkatársam, aki például a régi KH-s dolgokhoz nyújt vissza. És látom azt, hogy ő is megtalálta benne azt a számítást, amit előzőleg vele vetett, és szoktunk beszélgetni, csak jó tapasztalatja. Viszont azt is látja, hogy a hamiskás bóvli dolgot el lehet különíteni az eredeti alapos dolgoktól. Tehát a mai világon már képesek keverni ezeket a dolgokat, de azok az emberek, akik ezt átélik, meg szeretik az egyenesen azt a célra vezető dolgokat keresni, azok külön tudnak választani dolgokat. Akkor mindenek előtt szeretnék kívánni neked sok időt az alkotáshoz, jó egészséget, ami mindenképpen szükséges hozzá, és ebből a kettőből majd te kikanyarintod az újabb, szebbnél szebb dolgokat. Hát köszönöm szépen a jó kívánságokat. Hát remélem a Jóisten is ott meghallgatta, és akkor ad még egy kis plusz időt arra, hogy én az ilyen dolgokkal tovább tudnék foglalkozni. Hát biztatások vannak rá, én meg megtalálom benne a magam lelki nyugvát, úgyhogy ezért is megéri az, hogy ezzel foglalkozzak. Téli teremlabdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a Tóth BT a Porsche tolvajokkal csapott össze. Ezt a mérkőzést tekinthetik meg most. Jó,
közötti vagy.
jobbot érdekes.
Go!
Thank you.
Következő adásunkat a megszokott időben kedden tekinthetik meg, melyben magazinműsorunkkal jelentkezünk. Kedden adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 14 órától láthatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!